A Bagi Dózsa György Művelődési Ház kiváló hangulatú vadászbálnak adott otthont 2015. január 25-én. Az immár 17. alkalommal megrendezett zenés-táncos mulatságot a Galgatáj Vadásztársaság és a Galgamenti Természetvédő Egyesület közösen szervezte. A vadászkamara kürt együttesének játéka után Katona Mihály, a Galgatáj Vadásztársaság elnöke köszöntötte a vendégeket, és beszámolt a társaság elmúlt éves vadászati idényének eredményeiről is. Köszöntöm Önöket a hagyományos vadászbáján, a Galgatáj Vadásztársaságnak és egy új formációnak, a Galgamenti Természetvédő Egyesületnek. Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat. Remélhetőleg nagyon jól érzik magukat, és kellemes élményben lesz részük. Vadásztársaságról néhány szóba. 5800 hektáron gazdálkodunk itt a Galga völgyében. Ezek a trófeák, amik itt ki vannak állítva, meg kint is az előtérbe, ez ennek az évnek a termése, tehát ilyen gyönyörű gim trófeák, illetve ősz trófeák vannak nálunk. Az eredményünkről vaddisznót ebben az idényben idáig 162 darabot hoztunk terítékre, őzet 44 darabot, gépszarvas 14-et és egy dám bikát, ami itt van éppen előttünk. Hányadik alkalommal rendezték meg a vadászbált idén? Ez ennél a vadásztársaságnál a 17. alkalom, amikor megrendezzük. Hagyománya van, vadásztársak szeretik, illetve azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy a családtagokat, barátokat egy éves munka után ilyen körülmények között vendégül láthassuk, és hát tényleg ez így, azt gondolom, egy ilyen közösségformáló erő is, ahol el lehet mondani egymásnak ilyenkor mindent szabad körülmények között, és nem csak akkor, amikor kint vagyunk a területen, és akkor beszélünk egymással. A Galgatáj Vadásztársaság 1996-ban alakult, jelenleg 45 tagot számlál, és egyben nagyon jó csapatot alkot. Katona Mihály szerint ennek ékes bizonyítéka a bál egységes megszervezése. Nem nagyon hiszem, hogy erre a környéken lenne vadászbál, illetve ilyen szintű vadászbál, nem nagyon. Ezt ugye tényleg meg kell szervezni, nagyon jók a munkatársaim ilyen szempontból. Hát tegnap este a felkészítésnél körülbelül 30-an voltunk, akik itt a díszítést megcsinálták. És ugye hát ami fontosabb, hogy ilyenkor bemutatjuk azokat a trófeákat, amit ebben a vadászati idényben kerültek terítékre, és nagyon szépek, tehát van közöttük két aranyérmes gim trófeje is, illetve őzből is vannak, és hát találtunk egy dámvadat is, ami mármint ugye terítékre hozva, ami elég ritka nálunk. Még elvétve előfordul muflon, nagyon kevés, úgyhogy tulajdonképpen jó a terület, ami egy kicsit gondunk a vaddisznónak a túlszaporodása, de ez országos dolog, tehát most már olyan helyeken van a vaddisznó, ahol régebben nem volt, és hát nyilvánvaló, ott sokkal nagyobb hajófigyelés kell az apróvad miatt, mert az letarolja az apróvadat. És ez ugye országos szinten is nagy gond, ugye az alföldi területeken is megjelent a vaddisznó, ahol sosem volt, és ugye az a baj benne, hogy az ott levő vadászok hirtelen megörülnek a vaddisznónak, kicsit megdajkálják, kis szóró, dagonya, egyéb más, és három év múlva nem tudják kezelni a területet, mert a disznó ledarolja a területet. Tehát azért nagyon nagy felelősség, és nagyon sokat kell foglalkozni, hogy szinten tartsuk az állományt. A vadászbál megnyitóján külön köszöntötték az elmúlt év azon vadásztagjait, akik kiemelkedően segítették a társaság működését. Sándor Tibor, Németh János, és dr. Kürtfalvi Árpád áldozatos munkáját ajándékcsomaggal honorálta a vadásztársaság.
Az est a Bagi Muharai Elemér népi együttes ifjúsági tagozatának zempléni táncaival folytatódott. A megnyitó ünnepséget a 2005-ben alapított Vadászkürt együttes zárta. A zenekar tagjai közül többen is hódolnak a vadászat szenvedélyének. Egy meglepetéssel is készült a Muharai Népi Együttes a vadászbálon, hiszen a nem várt zárótáncuk után a vendégeket is bevonták az előadásukba. A kulináris élvezeteket nyújtó négyfogásos vacsora alapját szolgáló vadhúsokat a Galgatáj Vadásztársaság hozta terítékre. Az étel különlegességeket az Aredó étterem készítette és szolgálta fel a vendégeknek. Különböző vadételeket tálaltunk természetes módon, amit a társaság szolgáltatott számunkra. Szarvas, őz, vaddisznó és fácából készült ételeket készítettünk. A szarvas az egy füstösszalonnával volt megfűzdelve, és erdei gomba, kucsmagomba mártással, rózsaborssal megfűszerezve volt tálalva. Említsük meg a leveseket is. Két leves tálaltunk mai nap folyamán. Egyik egy vadragú leves volt, ami az Aredó étterem étlapján is megtalálható. Ez egy mi általunk elkészített speciális leves, ami szerintem nagy tetszésnek örvend a vendégkörbe. A másik pedig egy klasszikus fácánerő leves. A svéd asztal is nagyon bőséges. A vaddisznóból gombásan, vörösborosan készítettünk pörköltet, ami házi puffadzsal készül, az lesz hozzá köret. Az nagyon passzol. És a vaddisznóból még készítettünk egy szalonnás tűzdelt karajt, szegfűgomba mártással, ez is egy nagyon komoly ingyentségnek számít. Jellemzően milyen fűszereket kell használni a vadételek elkészítésére? A vadételnek a hagyományos és klasszikus fűszere a kakukkfű, a bazsalikom és a rozmarin. Ezeket mindig használjuk. Persze a babérlevél. A húsoknál fontos a előkészítés és a pácolás. Ez nagyon fontos momentum a étel elkészítésére. És nem hagyományos a köret sem. Az általában milyen ízesítésű fűszerezés és milyen alapanyagokból készül? Hát a fűszerezése az a első domináns fűszer az a szerecsendió, ami megjelenik a vad köreteknél. Ez a rétesben is megtalálható, és a házi puffancsban is, ami egy burgonya alapú dolog, és egy tojással föllazított fánk magyarán szólva. Az ételek minden vendégnél osztatlan sikert arattak. A vacsora nagyon finom volt, legalábbis részemre. Én szerettem a különböző mártásokat és zöldségeket, és különösen a vadakat. A leves az meg mennyei volt.
Először van itt a bálba? Nem, már évek óta járunk baráti társasággal, és nagyon-nagyon jól érezzük magunkat. Mivel, hogy a barátok nagyon sokat jelentenek nekünk, és tényleg ez, amikor mindig összejövünk, és itt vagyunk együtt, és évek óta most már nagyon jó. A többieket is mindet ismerjük, akik itt vannak, és nagyon-nagyon jó hangulat van mindig. És nagyon klassz, és örülünk neki, és reméljük, hogy jövőre is itt lehetünk. Gólya József, a Galgamenti Természetvédő Egyesület elnöke szerint a vendégek népes és színes tábora is bizonyítja, milyen nagy népszerűségnek örvend a térség legnagyobb vadászbálya. A vendégek azok a vadászársaknak a közvetlen hozzátartozói, illetve a baráti köréből tevődik össze, valamint a környező gazdálkodó egységeknek a vezetői, és általában polgármesterek, valamint azok az emberek, akiknek a területén végül is a vadászati jogot gyakoroljuk. Akármilyen kis mértékben is, de segítik a munkánkat a különböző más jellegű magánszemélyek. Ezek mind általában ilyenkor egyfajta prezentációt élveznek, és kellemes estét töltünk el velük egy ilyen bálba. Értékes tombola ajándékokat is ki fognak sorsolni? Hát általában ez úgy működik, hogy a vadásztársaság berúgja a bervát, aztán utána csak húzni kell a gázt. Azt értem én ez alatt, hogy megelőlegezzük az összeget, megvásároljuk azokat a vadászias tárgyakat, amik értékesek lehetnek egy-egy vadász számára, vagy talán vadász hozzátartozó számára. És akkor ezt a tombola egyik árából vissza szoktuk mindig non-profitossá, nullszaldósá hozni. Az már nekünk elég, semmiféle nyereségvágy vagy ilyesmi nem motivál minket. Egy a lényeg az, hogy jól érezzék magukat a vendégek, és aki valaki valamit nyert, akkor még pluszban ugye a saját szórakozásához, a saját sportjához használni is tudja. Hát idén, mint annyiszor máskor, már az a koncepció érvényesül, hogy van normál tárgyi nyeremény, és vannak olyan nyeremények, amik a bizonyos fődíj kategóriába tartoznak, olyan, mint hogy Kürtfalvi Árpád barátunk, akinek van magánrepülőgépe, elvisz egy sétarepülésre azt a nyertest, aki éppen ezt a felajánlás nyeri, vagy valami most egy 90 ezer forintos vadkamera, ami okostelefonra azonnal küldi a jelzést, hogyha vadmozgás van a kitelepített szórón éppen. Aztán lesz egy gyógymasszástól elkezdve a bagi polgármester úr például fürdőbérletet ajánl fel, úgyhogy a jó indulat mindenkibe, aztán vadhús, vadlelövés, szóval jó indulat mindenkibe megvan, és mindenki arra törekszik, hogy igazából az egész éven keresztül kapott sok-sok mindent valamilyen szinten megpróbáljuk, úgyse tudjuk, de megpróbáljuk visszaadni ilyenkor. Bag nagyközség polgármestere Jamrik László is rendszeres résztvevője a vadászbálnak. Én azt tudom mondani, hogy itt döntő többségű barátok vannak, ezért is érezzük jó magunkat, meg azért is, mert olyan rendezvény ez, ami úgy ismétlődik, szerepelnek a bagiak, ugye a bagi muharai együttes, ami szerintem világhírű és a legjobb együttes a világon. Azért is örülünk és azért jó, hogy együtt vagyunk, de szerintem az, hogy barátok között van az ember, az megfelejthetetlen és nagyon jó, és azért vagyunk és azért jövünk el. Ritesz György, a Daköv Kft. Ügyvezető igazgatója sem mulaszt el egyetlen vadászbát sem. Én a víziközmű szolgáltató céget vezetem, ami régen a Galgamenti Víziközmű Kft. Volt, de a törvényi integrációból következően már Félpest megyét mi üzemeltetjük, ez a Daköv, Dabas és környéke vízügyi Kft. De azt kell elmondjam, hogy én mindig bagon vagyok otthon. Tehát a Kft. Bagi üzemigazgatósága változatlan bagon van, és én mindig azt gondolom, hogy én bagon vagyok otthon. Tehát az ilyen rendezvényeken úgy érzem, mintha hazajönnék. És én nagyon örülök, hogy a barátommal újra együtt lehetünk, hisz minden vadászbálon együtt voltunk a kedves feleségével, mert a barátság az soha nem múlik el, független attól, hogy ki milyen pozícióban van. A lényeg az, hogy barátok vagyunk, itt vagyunk bagon, jól érezzük magunkat, és otthon érezzük magunkat. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy ezen a bálon is a Bagi Muharai Népi Együttes, ifjúsági együttese, ifjúsági része szórakoztatja a közönséget. Tantó Csaba, Domony polgármestere, a bát rendező Galgatáj Vadásztársaság tagja. Nagyon jó társaság, én
azt hiszem, hogy együtt tudnak dolgozni, együtt tudnak vadászni. Jó hangulatú vadászatok vannak. Ami a munkáról szól, a mi társaságnak a munkáról szól, társai munkákat, vadkár elhányítást kell végeznünk, ami a munka és a vadászat természetesen. A társaság vadászmesterének kell felelnie a gödöllői dombságon elterülő 6200 hektáros vadászterületért, amely Gödöllő, Domonyvölgy, Iklad, Aszód, Bag, Hévízgyörk és Galgahévíz helységeket, illetve azok külterületeit foglalja magába. A Galgatáj Vadásztársaság szakmai vezetése a feladatom, vadgazdálkodás, a vadászatok szervezése és például egy ilyen rendezvénynek a szervezése. Ebben az időszakban, így január-február, mi a feladatuk a vadászoknak? Vadászok feladata leginkább a vadak etetése. Egyébként ebben az időszakban még az elmaradt vadászati ütemterv szerinti terítéknek a terítékrehozatala. Ilyenkor még szinte minden vadra lehet vadászni, ami a vadászterületen előfordul. Az ifjú vadászjelöltek aktívan kiveszik a részüket a Galgatáj munkáiból, így az utánpótlás is adva van a vadásztársaságnál. Növendéka vagyok a vadásztársaságnak, kijárok is vadászni apával, mindig izgalommal vagyok kint, így a hangokat hallgat, meg az, hogy ki lenni a természetben, igen, sokat járok természetbe is, mert én úgy mondhatjuk, hogy az a második otthonom, mi ott cserkész is vagyok, és azok is természethez kötődnek, ezért nagyon sokat vagyok természetben, mert az az egyik, hát ilyen kedvenc időtöltésem. Hát jobb, sokkal jobb, mint bent ülni és unatkozni szerintem. Örülök, ha segíthetek a vadászoknak, mert hogy majd szeretném, ha egyszer engem is fölvennének a társaságba, és én is velük vadászhatnék. A 2015-ös Bagon megrendezésre kerülő vadászbál ismételten a térség egyik legszínvonalasabb estéje volt. Aki a bőséges vacsora után további finom falatokra vágyott, az az éjfél után svéd asztalon kínált vadhúsok közül válogathatott. A talpalávalóról a Galgahévízi szalonzenekar gondoskodott, akik hajnalig húzták a jobbnál jobb slágereket a vendégsereg nagy örömére. De én majd kifizetem a vizeket, és a többit úgy nem fizetem, a zöld vadásztánál este, húsik a zöld előtt.